Szadán a Székely-Bertalan út melletti új buszmegálló és gyalogátkelőhely műszaki átadására került sor 2014. december 19-én. A közlekedést elősegítő beruházások megvalósításának előzményeiről Vécsei László, a térség országgyűlési képviselője, Szada volt polgármestere beszélt stábunknak. Évekkel ezelőtt sikerült pályázati pénzből a községnek az egészen az ipari parkig egy kerékpárutat megvalósítani, ami azért járdaként is funkcionál, és ennek a járdának nagyon fontos szerepe van abban, hogy a déli település részről főképpen a gyerekek az iskolába, illetve a gyerekes szülők iskolába, óvodába úgy tudjanak bejutni, akár kerékpárral, akár gyalog, hogy biztonságosan a forgalomtól elkülönítve tudjanak haladni. És ez volt az egyetlen szűk keresztmetszete ennek a faluközpontig vezető gyalogos útnak, hogy nem volt egy biztonságos gyalog átkelő, ami most a budapesti buszjáratok megállóihoz kapcsolódóan el tudott készülni, úgyhogy ez egy szerintem hatalmas minőségi előrelépés a község déli-délkeleti részén lakók számára, különösen a gyerekek és a gyerekes szülők számára. Több gyakorlati problémát kellett áthidalni annak érdekében, hogy a projekt a műszaki normáknak megfeleljen. Ennek a tervezése, engedélyeztetése már évekkel ezelőtt elindult. Nem is gondolná az ember, hogy mennyi gyakorlati problémával szembesülnek a települések, vagy bármilyen beruházó, amikor mondjuk egy gyalogátkelő helyet megterveztet. Tényleg a hétköznapi ember nem gondolná, hogy itt a megvilágítástól kezdve a forgalmi rendváltozáson keresztül az akadálymentesítésig, a burkolatok minőségéig mennyi mindenre kell odafigyelni. És ez egy tényleg nagyon hosszú, többfordulós, bonyolult engedélyezési folyamat. Ráadásul az engedélyezés, amikor elkészült, akkor még polgármester időszakomban jó néhányszor megpróbáltunk pályázni is, hiszen szoktak pályázati kiírások, szoktak pályázatokat kiírni az ilyen forgalombiztonsági javító létesítményekre. Több sikertelen pályázati kör után végül is a főúton két gyalogátkelőre sikerült a pályázat, erre azonban nem, tehát ez községi saját erőből kellett, hogy elkészüljön. De most ez a buszmegállóknak a kialakítása az azért besegített abban, hogy ez elkészülhessen végre. Az új létesítmények szükségszerűvé váltak a nagyközségben, hiszen 2013. december 1-től új autóbuszjáratot indított a Volánbusz a térségben. A 396-os és 397-es járatok Szada érintésével Budapest stadionok és Veresegyháza között közlekednek. A lakosság részéről régi igény volt a buszjárat megindítása. A mi igényünk, lakossági igényünk az egybeesett a felsőbb szervek intézkedéseivel. Tulajdonképpen a közlekedési hatóság, a Volánbusz úgy döntött, hogy buszjáratot indít, amely érinti Veresegyház, Szada, Gödöllő, és itt közvetlen be tudnak jutni a szadai lakosok a Puskás Ferenc stadionhoz, ahonnan kulturált körülmények között metróval tovább tudnak menni. Itt a buszmegálló környékén látható, most is parkolnak autók, tehát itt el tudják helyezni az autójukat. Ezeket még majd, ezeket a parkolóhelyeket bővíteni fogjuk, kamerával fogjuk ellátni, hogy a biztonság szavatolt legyen. És akkor, amikor a Volánbusz döntött ebbe, hogy közvetlen buszjárat lesz, akkor ugye egy együttműködési megállapodás keretén belül mi vállaltuk, hogy a közműforgalom szabályai szerint előírt buszmegállót az önkormányzat létesíteni fogja. És ez az, ami önkormányzati feladatként ránk hárult. Mi ezt örömmel tettük, és megcsináltattuk ezeket a buszmegállókat, buszvárokkal. Én bízok benne, hogy a lakosság örömére, bízok benne, hogy nagyon hasznos dolgot csináltunk, és a továbbiakban a lakosság is vigyázni fog ezekre a buszmegállókra, nem töri össze, nem firkálja össze, és egészséggel használja, szeretettel gondol arra, hogy ugye a Volántrözt is és az önkormányzat is egy ilyen nagyon pozitív összefogást hozott létre
az ő érdekükbe. Hát gyakorlatilag ez sikerült kivitelezni, ma van a műszaki bejárás, mondhatnám azt, hogy szinte problémamentes a járda, a járdaszegély, a buszmegálló forgalomtól kiemelkedő része, tehát teljesen biztonságos, és itt vannak ezek a szép kis buszmegállók, amelyek az utazó közönséget szolgálják. Én úgy érzem, hogy eleget tettünk annak a feladatnak, amit ránk hárítottak. Drozdik Béla a műszaki iroda vezetője Szadán, így ő felelt a projekt szakmai lebonyolításáért és a műszaki részletek pontosságáért. Különböző munkák adódtak ebből a három busz megálló építésénél. Ugye egy van a ipari parkban, ahol a legegyszerűbb eset volt, egy csíkterületen kellett megvalósítani, kivéve közmű áthelyezéseket, ott azt kellett elvégezni előtte. A vastutcai megálló párnál viszont a felületet kellett bővíteni, az útfelületet a patka részen egy rézsű feltöltésre került a jobboldali busz megállónak az elhelyezése. Tömörítése természetesen járdák kialakításával és a maga a busz megálló felépítménnyel együtt. A zebrák kialakításánál mi volt az önkormányzat feladata? Az önkormányzat feladata az volt, hogy mindenféleképpen azt a területet biztosítsa a felvonuláshoz, a gyalogosok felvonulásához, a zebrán való átkeléshez, amit az útfelülettől el kellett venni, meg az út a járda felületet megépíteni a zebrákhoz. Ennyit biztosított az önkormányzat, ennyit is. A közútkezelőnek mi volt a feladata? Hát a közútkezelőnek az volt a feladata, hogy hozzájárult ezekhez az önkormányzat által végzett építkezésekhez, ugye mert a vastutca az az állami közútkezelő tulajdonában és kezelésében van, ezért az ő hozzájárulásával adta ki a közlekedés felügyelet a megvalósítási engedélyt. A mai nappal megtörtént a műszaki átadás. Rendben van-e minden, vagy esetleg még egyéb munkálatokra lesz szükség? Nincs. Maga az zebrák, a buszmegállók használatban vannak, használatban vehetők, teljesen használatra alkalmas állapotban vannak. Megemlíteném még a gyalogos átkelők, magyarul ugye így mondjuk gyalogos átkelők építése során, ugye a csapadékvíz elvezetést is meg kellett oldani a járda és az úttest felületéről. Azokra lehet látni egyébként az utak mellett azokat a víznyelő rácsokat, azt most ezzel együtt lett beépítve, és a meglévő csapadékvíz elvezető csatornába kerültek bekötésre szakszerűen. Még annyit mondanék el a zebrák kialakításánál, hogy az út csatlakozásnál az a 18 és 22 centi közötti patka kialakítás, kiemelt patka feltétlen szükséges. Olyan mélyítéssel, ahol esetleg a kerekes székesek is át tudnak közlekedni, ez itt szintén a zebráknál mindegyiknél megvalósult akadálymentes közlekedéssel. A műszaki feltételeknek tehát teljes mértékben megfeleltek az új létesítmények. A munka viszont nem áll le, hiszen a szadai önkormányzat a közeljövőben parkgondozási munkákkal még szebbé varázsolja a buszmegállók környezetét.